Benne pedig továbbra is a szerkesztő Szász Anikó köszönti a hallgatókat. Bátori Andrea onkológiai szakápoló a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórházban a gyermek onkohematológiai és csontvelő transzplantációs osztályon dolgozik, annak a munkatársa. Az érintettek szülői egyesület tagjainak egybehangzó véleménye alapján 2022-ben az érintettek díj egyik díjazottja, aki elhivatottan hosszú évek óta segít abban, hogy a súlyos betegségben szenvedő gyermekek mielőbb meggyógyuljanak, és a kórházban töltött idejük kicsit könnyebben teljen. Ennyi bevezető után sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Bátori Andreát. Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy meghívtál ebbe a stúdióba. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Hát természetesen a gratuláció az első, amit mondhatok neked, és hát azt gondolom, hogy ugye volt egy díjátadó gála, ez már az ötödik volt az egyesület életében, amire téged meghívtak, de azt megelőzte egy telefonhívás, is nagyon meglepődtél, mert igen, nem számítottál erre az elismerésre. A borszékiné Cserháti Erika hívott föl telefonon egy délután, ahogy hazaértem munkából, és hát nagyon meglepődtem, mert szegény mondta, hogy gratulál, meg én kapom az idén, vagyis a tavalyi évben ezt a díjat, és akkor én csak ott hebegtem, habogtam, nem is emlékszem már, hogy mit mondtam, és akkor letettük a telefont, és úgy elgondolkoztam rajta, hogy Istenem, biztos, hogy engem akartak felhívni, de engem akartak felhívni. Ennyire váratlanul ért az elismerés híre? Igen. Mert hogy nem számítottál rá? Persze, hogy nem. Mert azt gondolom, hogy az egészségügyben dolgozó munkatársakra különösen érvényes, hogy dolgozunk, tesszük a dolgunkat, nem számítunk, nem az elismerésért tesszük, de aztán amikor mégis kopogtat az ajtón, akkor azért váratlanul érde nagy az öröm. Ez számomra egy nagy elismerés, ugye, hogy ez egy szülői egyesület, és én ezt a szülőktől kaptam. Mit lehet tudni erről az egyesülettől? Mit jelent ez az érintettek díj? Ez az érintettek szülői egyesület, ez azokból a szülőkből áll, akiknek a gyereke daganatos beteg volt, vagy jelenleg is az, illetve olyan fiatal felnőttekből, akik daganatos betegek voltak, és ők tudják segíteni, támogatni egymást, megosztják egymás között a tapasztalataikat. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen nem is olyan régen tudtok erről az egyesületről. Igen. Mióta Hauser Péter tanár úr az osztályvezető főorvos, azóta ismerjük ezt az egyesületet, az érintettek egyesületét. És ez az érintettek díj, ez tulajdonképpen azoknak szól, akik egy bizonyos évben a szülők megítélése szerint nagyon kiemelkedően tették a dolgukat? Igen. Egy oklevelet kaptunk, egy érintettek szimbólumot kaptunk, meg az interjú volt még. És milyen volt ez a gála? Láttam róla képeket, nagyon bensőségesnek. Ez a gála Budapesten volt a Corvin Hotelban. Egy ilyen karácsonyi hangulat volt idézve, és ott a gyógyult beteg gyerekek előadásait hallhattuk meg, akik zenéltek, énekeltek, illetve voltak szülők is, akik verset mondtak, vagy mesét mondtak. Nagyon megható volt, és akkor ugye videóba be volt adva, akik nekünk üzentek, akik nekem üzentek, hát az is nagyon megható volt, úgyhogy alig bírtam visszatartani, hogy ne sírjak. Egy ilyen elismerés, egy kicsit muníció a jövőre? Nézve a következő napokra, hetekre, évekre nézve, mert mindjárt fogunk arról beszélgetni, hogy 35 éve dolgozol az egészségügyben. Igen, 35 éve. Hát én a munkámat azt ugyanúgy fogom végezni, mint ahogy eddig végeztem, de azért nyilván az elismerés az nagyon-nagyon-nagyon öröm volt számomra. Hogyha egy kicsit a pályaválasztásodról kérdezlek, tudom, hogy egészségügyi és szakközépiskolába jártál, de utána egyenesen ide vezetett az utad? Igen, én nagyon szeretem a gyerekeket, és ezért ide is jelentkeztem anno a gyekbe. Ugye akkor még az osztályunk csak ilyen egyes gyerekosztály akut részleg volt, csecsemő és gyerekosztály, és akkor későbbiekben lettünk onkológiai és csontvelő transzplantációs osztály. Tehát rögtön ezen az osztályon kezdtél el dolgozni? Így van, igen. Egy kicsit mutassuk be az osztályt a hallgatóinak, mert hogy több részlege van. Igen, az osztályunknak két oldala van, így mondom, a D és a B oldal. A B oldalon van a transzplantáció,
ott transzplantáljuk a gyerekeket. A D oldal pedig az egy összetett osztály, ott van neurológia, immunológia, hematológia és onkológia. Ide fölvesszük a gyerekeket mondjuk a neurológiára, akik MR-vizsgálatra jönnek nálunk, epilepsziás gyerekek kivizsgálásra jönnek nálunk. Az MR-vizsgálat pedig úgy szokott történni, hogy jönnek reggel, szúrunk nekik egy branült, ugye átvisszük az MR-be, ott elaltatják, visszajönnek az osztályra, kapnak infúziót, még föl nem ébrednek, és akkor hazamennek, ha nincsen semmi gond. Az onkológián a betegek, ők több hónapig is bent vannak. Az állapotuktól függ, hogy eltávozásra esetleg hazamehetnek el, vagy ha a kezelések véget értek egy adott ciklus, akkor is ugye attól függ, hogy milyen a vérképük, hogy hazamehetnek egy-két hétre, de utána ugye mindig visszajönnek, addig még be nem fejeződik a kezelésük. További részlegek? Van még az immunológia. Hát ott ilyen ízületi gyulladásos betegeket szoktunk kezelni. Ott is van, hogy például punkciók, térpunkciókra jönnek, amit szintén altatásba végzünk el. Azok a gyerekek nem maradnak sokáig, ők nekik megvan a vizsgálatuk, és akkor haza is engedjük őket. Annak idején te választottad ezt az osztályt? Igen. Igen, én jöttem ide dolgozni, igen. És az, hogy 35 éve itt vagy, itt ragadtál, az nyilván nem véletlen. Hát nem véletlen. Mi az, ami azért itt tart? Ez egy közösség. Már mikor benn vannak több hetet, több hónapot ezek a gyerekek, akkor már ezt úgy írjuk meg, mint egy közösség, egy kis közösség. Mi is velük együtt sírunk, nevetünk, örülünk annak, hogyha jól vannak. De ugye azért vannak olyan betegek is, akik elmennek. Tehát azért őket is meg kell említeni, mert ugye azokkal a szülőkkel is azért a kapcsolatunk az olyan, hogy sokáig ugye bent vannak, velük is összeszoktunk, és ugye ez az élet ezt így hozza, hogy van, akik elmennek. Sokat mozogsz a gyerekek körében, fogunk majd erről beszélgetni, de sok egyéb más teendőd is van, vagy feladatod, hiszen főnővér helyettes vagy, részlegvezető és még gyógyszerfelelős nővér is. Ez belefér a 8 órába? Bele, és még bele. A gyerekek közelében is tudsz dolgozni? Belefér a 8 órába. Hát, ugye mikor volt a vezetőváltás, akkor lett egy új főnővérünk, aki megtisztelt a bizalmával is maga mellé választott. Hát már most 2 éve, úgy azért már minden rezdülésünket tudjuk, és akkor mindenki tudja végezni a feladatát. A gyógyszerfelelősséget meg ugye azt minden nap csinálom, hisz az osztályunkon már most mi rendeljük meg névre szólóan a gyógyszereket a betegeknek, és ezt a gyógyszertár szépen csomagolva fölküldi a betegek részére. Hát a részlegvezetőség meg az olyan, hogy bármivel kereshetnek, bármit meg tudunk beszélni. A kolléganőkkel én úgy gondolom, hogy jó a kapcsolatom. Tényleg jöhetnek hozzám bármikor, és ha van valami probléma, azt megoldjuk, meg tudjuk beszélni. És azt olvastam itt a díj kapcsán veled készült interjúban, hogy a türelem a számodra nagyon-nagyon fontos. Igen. Türelemmel forduljunk egymás felé, gyermekek van, felé, szülők van, felé, hiszen van, ez egy több összetevés feladat. Ton is egy csendes, türelmes ember vagyok, és igen, így próbálok közeledni mindenkihez, hogy ugye azért, mikor ezek a szülők megtudják, hogy a gyerekük milyen súlyos beteg, elmondják nekik az orvosok, azért sokan befelé fordulnak, vagy éppen a dühüket próbálják kiadni, és akkor én nem úgy megyek oda, meghallgatom őket, de én az a magam ütemébe, a magam türelmével, és akkor látják, hogy
na én nyugodt vagyok, és akkor szépen meg tudunk beszélni mindent. Biztos, hogy óriási rutinod van ebben 35 év elteltével, de azt gondolom ugyanakkor, hogy minden szülő, minden gyermek, minden eset más és más. Persze. Mindenkihez másképp kell persze, közelíteni. Nyilván, nyilván, igen, igen. Hogy a fenében, hát minden... ki innen jött, ki onnan jött. Nincs két egyforma reakció, erre gondolok. Így van, és ugye nem tudhatjuk, hogy kiből mit hoz ki ez, és elsőbb meg szoktam hallgatni, és akkor én úgy tudom eldönteni, és úgy tudok hozzájuk beszélni. Azt gondolom, hogy ez az az osztály, ahol a csapatmunkának, az összetartásnak óriási szerepe van, igen. Hiszen hogyha sikerélmény van, azt is meg kell tudni osztani persze, egymással, persze. És abból táplálkozni, de ha veszteség van, azt gondolom, hogy azt is meg kell tudni beszélni, együtt van, átvészelni, átélni. Hogyan működik ez nálatok? Nálunk úgy szokott működni, hogy mikor egy kis beteg befejezi a kezelését, és megy haza, azok, akik dolgoznak, kiállunk a folyosóra, és mikor ők jönnek, ők azt nem tudják, hogy mi miért állunk ott, és mikor jönnek ki a kórteremből, mi megtapsoljuk őket, és úgy mennek el az osztályról. És akkor ilyen könnyezve, hát meghatódva. És akkor szoktunk egy kis ajándékkal is kedveskedni a kis betegeinknek. És visszatérve egy kicsit az érintettek díjra, meg az egyesületre, ahonnan származik ez a díj, én azt gondolom, hogy nem csak a gyerekeké ez a taps, hanem talán a szülőké persze, is, meg a tiétek is. Tehát van, ez egy abszolút van, közös csapatmunka, ez a fajta gyógyítás. Igen, mert a gyerekek ők végig jönnek, ők örülnek, hogy megtapsoljuk, de ugye a szülők, ők azt tudják, hogy mi miért tapsolunk, és ők vannak jobban meghatódva. Tudom, hogy volt egy nagyon kedves történet, amikor egy kisgyermek arra kért, hogy együtt készüljön rólatok egy fotó, és jaj, utána kaptál igen. egy szép ajándékot. Mi így volt van. Ez? Egy pólót kaptam ajándékba. Hát az úgy kezdődött, hogy jöttek kezelésre, és akkor mindig azt szerette volna, hogyha én szúrom meg. És akkor mondta, hogy Andi néni, ülj már ide mellém, anya, hadd csináljon rólunk egy fotót. Nem lesz kirakva sehova. Hát mondom, jól van, leültem, és jöttek a következő alkalommal, és hoztak nekem egy pólót, az volt a kislányon is a póló, és hoztak nekem is egy ugyanolyan pólót, és az volt ráírva, hogy nekem mindegy, hogy kiszúr, csak Andi néni legyen. és ez is olyan megható volt számomra. És úgy tudom, hogy a gyerekek többsége azt kéri, hogy te szúrd őket? Hát igen, elő szokott fordulni, igen. Nyilván igen, ez a 35 igen. év rutinja, hát, de itt persze. azért nem csak a szúrásról konkrétan van nem, szó, hanem nem. a kommunikációról így is, van, és minden így egyéb van, körítésről? Így van. Én dolgoztam lent gondozóba is, pár hónapot helyettesítettem a kolléganőt, aki akkor táppénzem volt, és ugye ott vérvételre jönnek vissza a gyerekek, azért az is nagy rutint ad az embernek, hogy az állandóan azt kell csinálni, hogy szúrni, szúrni, szúrni. Mert hogy valamikor te azért műszakban is dolgoztál, persze. tehát most már egy pár igen, éve csak igen, ugye 8 igen, órában igen, idézőjelbe igen, és igen, nappalos igen. műszakban, de azért voltak gondolom, hogy nagyon hát kemény éjszakánk is. 2017-ben volt egy infarktusom, egy hátsófali infarktusom, és én akkor otthon voltam egy évig táppénzen, és úgy jöhettem vissza, hogy csak 8 órába. Úgyhogy nem műszakolhattam, de előtte igen, én is műszakba jártam, éjszakás és nappalos műszakba, és igen, voltak kemény műszakok. Ugye már most azt hagyd mondjam el, hogy a kolléganők közül már többen vagyunk így 35-40 éves kor, hogy elértük, ugye, hogy 40 éve dolgoznak ott, és el fognak menni nyugdíjba. És nem nagyon van utánpótlás. És nem tudjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Reméljük, hogy azért, akik most járnak iskolába, talán megkedvelik ezt a szakmát. Ezt nem úgy kell gondolni, hogy most hú, ez egy... Mert meghallják azt, hogy onkológia, és nem szeretnének erre az osztályra jönni. Óriási felelősségetek van ebben, hiszen tulajdonképpen ti vagytok azok még pályán lévő dolgozók, akiknek meg kellene kedveltetni tulajdonképpen ezt a területet. De hát ez az egyik ez legnehezebb, nehéz, azt gondolom. Ez nagyon nehéz, igen. Ez nagyon nehéz, mert
akik oda jönnek dolgozni, vannak fiatal kolléganőink is, azok már megszerették, idézőjelben. Akik volt már olyan is, hogy jelentkeztek, de mégis meggondolták magukat, olyan is volt, aki eljött dolgozni pár hónapot, és azt mondták, hogy ők ezt nem tudják. Ezt meg lehet érteni, nyilván. De én azt gondolom, hogy azért ez nem egy olyan borzasztó szakma, ahogy elhangzik, hogy onkológia, mert itt nem a rosszra kell gondolni, mert itt, mint bármelyik más osztályon, itt is vannak jó dolgok, amikor örülünk, hogy úristen, ez is jól van, ez is hazament. Tehát én várom az új kolléganőket. Tehát az utánpótlás az 2023-ban is előtérbe kerül. Ha egy picit azért még az osztályos munkára visszatérünk, és az eredményeitekre, akkor ma már lehet azt mondani, hogy a gyerekeknek több mint 80%-a talán meggyógyult, de azért ezt talán te tudod a legjobban, hogy nem volt ez mindig így. Nem volt ez mindig így. Azért a 35 év alatt sok mindenben volt része az embernek. Hát én inkább csak a jó dolgokról beszélek, hogy azért az elmúlt években igen, egyre több gyerek meggyógyul, és haza tud menni a szüleivel, és látjuk őket lent a gondozóba. Amikor, mert oda is azért leszoktunk menni, és amikor mondják, hogy itt van ez, itt van az, nem láttam, hol van, és akkor, mikor meglátom az anyukát, ó, mondom, itt az anyukát megismerjük, igen, de már igen, a gyerekeket igen, nem igen. ismerjük meg, kész fiatal felnőttek. Visszatérve egy kicsit a díjra, illetve az Érintettek Egyesülete, azt mondtad, hogy van egy momentum, ami az osztályon is megjelenik az Egyesület kapcsán, ez pedig az Érintettek Lánca. Mit igen. lehet erről tudni? Hát ez a lánc, amikor bejönnek a gyerekek, akkor oda szoktuk nekik adni, és ha van valamilyen vizsgálat, altatás, mondjuk lumbálpunkció, csontvelő, MR vizsgálat, vérvétel, bármi, akkor mindig kapnak belőle egy figurát, és akkor ők azt fölfűzik a láncra, és minél több van belőle, onnan látják, hogy nem sokára meggyógyulok, és haza fogok menni. És ez egy emlék marad nekik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. 2023-ban nagyon jó egészséget és türelmet, ahogy beszélgettünk róla, kívánok neked. Lehettem. Bátori Andreát hallották, onkológiai szakápoló a Gyegben, aki tavaly az Érintettek Szülői Egyesület díját kaphatta meg. Még egyszer szépen gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen.